Szép jó napot kívánok mindenkinek! Picit az álmát megállítom. És akkor most rá szeretnék térni az elfeledett eszközöknek a bemutatására. Itt van egy Amerikáner furdancs. Ma került a tulajdonomba, és ezt szeretném bemutatni. Egy működőképes eszköz. Tehát ki kell pattintani. Tökéletesen működik, a szárat kihúzni, lehet egy picit meg kell rozsdaoldóval, még a kezemen is egy picit látszik, nem volt időm megtisztítani. Tehát így néz ki, tehát egy régi elfeledett eszköz, amerikai furdancs néven, néztem utána. Tehát itt van egy kis, ilyen kis része, itt ügyes lehet forgatni, tehát régen ezzel fúrták a lyukakat. Ezeket ugye változtatták a fúrófejet különböző méretekbe, és nagyon szépen működik, utána visszapattintották a helyére, tehát szilárdan át, és szépen lehetett vele fúrni. Csak most nem akarom hozzátenni a pulóveremhez, mivel ne kenje össze. Tehát ennyit szerettem volna röviden bemutatni, és akkor ehhez dukált volna ugye egy gyertya, és ugye látszik a kezemen még a nyomai, ugye ennek nem volt még megtisztítva, időm még nem volt. Ugye fotballmeccsről jövök, a Székelykeresztúri Egyesülés, ha jól értesültem, akkor 4-1-es győzelmet aratott, hát nagyon erős csapat ellen, azt kell mondjam. Erős volt az ellenfél, de 4-1-re diadalmaskodott a kis gyerkőcök. Mondták meg, mert én is elkéstem, hogy egyéb tennivalóim miatt, a mérkőzésről pedig időben azt szerettem volna érni, de hát remélem, hogy itt a jó ütőkép a csapat fog már van, és gondolom, hogy eredmények is lesznek. Bízok benne, hogy tudjanak az emberek kijárni meccsekre, és úgy gondolom, hogy a soron következő meccs, vagyis tudomásom szerint az már kupameccs lesz, tehát akkor ugyanúgy, mint a régi időkben lehet szurkolni Székelykeresztúr csapatának. Ugye itt is minden zöld-fehér, ugye én is Fradi szurkoló vagyok, azt is elmondhatom. Tehát a szobám is zöld, ugye a kávés csészém is zöld, a kis virág is zöld. Úgyhogy minden zöld és fehér, ugye az ablakokban a virágok is piros-fehér zöld, minden a magyarság gombhoz és a székelységemhez kapcsolódik. És akkor a régi elfeledett eszközök nyomába, Amerikáner furdancs, ha minden igaz, a neve, de nem is az a lényeg. És a régi bölcsember mondta, hogy vissza kéne régi esedjen a világ, és ugye abba az irányba tartunk, aztán, hogy ez mikor valósul, meg egyáltalán megvalósul, azt nem tudom. Én azt biztos nem fogom megérni, aki megéri, kívánom, hogy a szebb jövőben éljen, mint amilyent mi a gyermekkorunkban megtapasztaltunk, és ifjúságunkban mondjuk az visszagondolva szép volt, de azért elég keserves évtizedek voltak azok, amiken keresztül ment az én generációm, ugye beszéltem a Pán Péter szindrómáról, utána lehet nézni azokat a videókat, és egy bölcsembernek a tanácsára hallgatva vissza kéne régi esedjen a világ, és azért szeretnék utána járni ezeknek a régi eszközöknek, és ugye a paradicsom passzírozónak is, hát még édesapám is elkérte, megvették az újat a bóba, az sokkal jobban működött. Na, még ő drótozta meg ezelőtt 30 évvel, vagy körülbelül azt a passzírozót. És még van még egy eszközöm, azt is elárulom, az egy cérnamedvétet csinál, tehát laska levesekhez, ugye úgy mondják, itt laska leves, húsleves, betét, tészta, cérnamedvét tészta, és azt is be fogom mutatni soron következő videómban. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, köszönöm szépen mindenkinek, aki követi a csatornát, aki hasznosnak találja a tartalmakat, iratkozzon fel, aki úgy gondolja, az nézze végig, ezzel is segítse a munkámat, van még körülbelül két hónapom, ez már lehetetlen, hogy elérem szerintem a 4000 megtekintett órát, hát azért elég szépen haladtam, azért ez is úgy gondolom, hogy az én, tehát magamhoz képest én ezt helyén értékelem ezt az eredményt, úgyhogy az ismeretlenségből így elélépve,
ezt a 2000 megtekintett órát körülbelül elértem. Hát mondhatom, hogy most már 9 hónap alatt, hát igen. Na köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és akkor búcsúzok, jó éjszakát kívánok mindenkinek, ugye lassan már a városunkban is lehet látni, hogy kezd szürkülödni, úgyhogy a gyertyát azért gyújtottam meg, hogy régi időkbe, és akkor le is kapcsolnám itt a világítást egy picit. A régi időkben ugye gyertyafény mellett töltötték az emberek a szabadidejüket, volt idejük a párbeszédre, a családoknak az egymásra való figyelésre, és volt idejük mindenre, és nem volt túl bonyolítva a világ, hát most ilyen világ van, régebb más világ volt. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.